Ilyeneket nem mondjál, hogy mi vagy, milyen hajszín vagy, milyen életkor vagy, milyen, ezeket nem szeretem, mindig minden vagy, éppen hogy mihez van kedved, és ehhez ez mind segít. Ezért jobb nőnek lenni, mint férfinak. Tök jó, te vagy az első, aki nem sminktáskával érkezett, mert hogy ugye mindenki el szokta hozni a kis kedvenceit, mert te idehoztál egy gurulós bőröndöt. Ez a tehát kisebb. Ezzel nem biztos, hogy felengednek egy repülőre, mert a kabin méretnél nagyobb. Ez a kisebb méretű. Nekem van egy akkora nagy utazós minkes beauty bőröndöm, amiben vannak még ilyen világító lámpák is beleérni. És a szóval hiszel? Most már sehova, mert most minimálban vagyok éppen, de tavaly azzal utaztunk. Minimálban vagy? Most minimálban. Láttam az Instagramodon, hogy vagy minimálban, igen. Ez nekem a minimál. És ezt imádta a zenekarom. Mert képzeld el, hogy bármilyen WC-be, ilyen akárhol, ahol minket elszállásoltak, általában kiskosmák WC-jébe, stb. Ott ezt így kinyitottam, és az maga volt a varázslat. Aha. Tehát azok a meleg fények, a beauty dobozok, a meleg fények. Otthon csináltál? Otthon teremtettem a sminkes dobozommal. Azon pelenkázni is tudtál, mert akkor van olyan képem, képzeld el, hogy ennél nagyobb bőröndbe, még vittem magammal a kislányomat, az egyik oldalon a beauty cuccok, meg a bugyik, meg a nagy cipő, anyacipő, a másikban meg puhán ott a baba, ott alszik. Komolyan? Ó, igen. Turné kellős közepén. Vittem nagy bőröndbe. Vittem magad a turnéra? Hát amíg szopizott, igen, másfél évig. Mindenhol. Komolyan? Apát, a nagy tesót, nagymamát, és a turnébusz után így mentünk volna. Akkor az egy rock'n'roller család lett. Hát az nagyon nehéz volt. Az nehéz? Az nagyon nehéz volt, de nehezebb lett volna nem csinálni. Jó, hát figyelj, ez volt, nem? Tehát nem nagyon volt más verzió, mert hogy zenélni zenélned kell, a picivel akartál lenni, akartad szoktatni, tehát ez egyetlen út volt. Jó is volt, de úgy fizikailag teljesen rogy. De felmentél koncertezni, és lejöttél, és szoptattál? A koncert előtt még csinálták a sminkemet, mert akkor jött velünk egy sminkes, tehát úgy szopozott a kisbaba, hogy rajtam volt egy nagy póló, alatta a baba, csinálták a sminkemet, apának oda, anya, őrjön másfél órát, lejön, azonnal szopizás. Komolyan? Aha, majd utána sajtótájékoztató, vagy aláírás, vagy fotózás. És közben ott volt a nagy tesó is? Persze. Tehát úgy mentünk le, hogy elült a nyúspajtás, azért hátul. De közben meg ez egy annyira nagy élmény lehetett, meg annyira szép, meg azért így visszagondolni erre, hogy így mész egy turnéra, hogy minden ott van, azért az csodálatos, akárhogy is. Nagyon jó volt. Nagyon-nagyon emberpróbáló, de az is emberpróbáló, hogy egy ilyen sorozatban, hogyha valaki szül, akkor leáll. Az is ilyen puff. Hát meg pláne neked, tehát hogy nem is tudlak elképzelni. Hát a 21. század nőknek. Mindenkinek nehéz. Figyú, ezt nézzük mondjam. Már meg, mert én ebből most teljesen izgatott vagyok ezzel, hogy ebben mi van. Ez a roham szettem, hát otthon van egy háromszor ekkora, én tulajdonképpen. Én ide készítettünk. De ebben most ilyen nagyon naturális dolgokat fogtok látni. Tehát, de figyelj, de ez tele van. Igen, mert általában olyan helyeken játszunk, ahol még tükör sincs. Kérlek, úgyhogy van egy mobil tükröm. Megőrülök, de jó! Kínai piacon sikerült, és ezt meg be is lehet gyújtani, tehát ez ég, ez be lehet dugni, nézd meg, van rajta. Isten, de jó az a tükör. Ugye? Aha. Teljesen mobilis tükör. Ez nagyon menő. Akkor van egy ecsetkészletem, ami azért kell, bárhova is. Én ilyen önképzős sminkes vagyok. Barbie ecset? Igen, és rólaszom az egész, nézd meg. Nagyon baba. És akkor vannak ugye persze az alapok, mert óriási vagy. Három percre van azért pillanatragasztó, hogyha eltörik a csizmám sarka. Neked ekkora csizmáid vannak? Ez a legkisebb, 10-20, aha. Akkor van, ebben szoktam szabni. Én általában merchből veszek meg egy XXL-es pólót, és átszabom. Tehát itt 10 perccel a kezdés előtt. Vannak ugye az ezért teljesen oda vagyok. Teljesen oda vagyok ezért. Azért van, illat kell, éppen hogy érzem ez magam. Ez testpermet? Ez egy tekpóban. Aha, testperme. Victoria Secret, de a legfinomabb. Úristen, de jó. Ugye? Aha, ez csak olyan frissítésképp, amikor lejövök a színpadról, Barbados, hogy ne legyek elképesztően büdi. Na, de és akkor ez. Itt van, ez meg a másik, ez a nagy kedvenc, ez a fölme, ez a színpadra színpad menős. Mielőtt felmész, ezzel befújod magad? Ez rock'n'roll, olyan illata van, ez dög. Fú, ez a dög, ez veszélyesen dög. Na, és akkor itt vannak az alapjaim. Én most megtanultam egy pár olyan dolgot könyvből, ami helyettesíti tulajdonképpen a sminkest. Kettőt szoktam összekeverni igazából, két szint? Két szint, és abból jön ki egy ilyen... Magadat fested? Most még? Már igen, most már egy jó ideje. Volt a kezdetekben, amikor a fejemre borítottam a Billit és punk festést. Ah, igen, ez a David Bowie megmenve. Szobafestőre, de most megtanultam nagyjából, hogy hogy kell. Úgyhogy tudom az árnyékolás technikákat. Meg tényleg? Blendert, már látom, hogy itt van. Igen.
Külön szütyőke van a blendereknek, figyelj! Igen, az mindent össze kell. Te teljesen, te szerelmes vagy lettem beléd. Mini blender, ezt azért így megmutatom. Igen. Tehát a blenderes hozzá lehet érni? Minden. Jó, csak nem akarok úgy hozzányúlni, nem engeded meg. Tehát a mini blender, blenderke, blender babyvel mit csinálsz? Őt a személyemhoz szoktam használni, és itt a általában segít. Aha. Azok a nagyobbak. Igen, na azt használom, képzeld el, találtam egy 3-1-ben. Ez hát mi? Ezen rajta van tulajdonképpen a highlight és a shadow. Mutatom, hogy mit tanultam. Ú, de jó. De milyen jó a színe is. Tehát van egy alap, igen? Az különböző színekben van. Alapozót használsz, abból a kettőből összekevered, amit mutattál, aha. Igen? És jó. Utána korrigálom az arcom formáját, éppen amelyre szeretnék menni. Nekem eléggé hosszú fejem van. Te éppen. Nem szereted, hogy ilyen nagyon hosszú? Szerintem ez tök menő. Hát volt 15 év, amikor kifejezetten csak ezek a paripa arcú modellek dolgoztak. Ez... Nofretét és a verjai életet. Jó, de ezt igen. Nagyon klasszul lehet kontúrozni, megjátszani vele. Nagyon gyorsan átmegyek transvestitálva. Tehát olyan csontos az arcom, hogyha ezt festem, akkor aha. Kemény leszek. Tehát vagy száj, vagy szem. Igen. És akkor van, amit most tanultam, hogy ezt a részt itt egy kicsit levágom, így. Testvérem szerint ez pontosan családon belül erőszak kampány videó, amit én most csinálok. És így itt egy kis shadow, ide kell, hogy jobban kijöjjön a száj. Én nekem csak ilyen nagyon kicsit szabad, mert itt nagyon csontos leszek tőle. Így, és látod, itt levágtam egy kicsit ebből, de nyilván ezeket te mind vágod. Így, van, így. És akkor most csak azért mutatom, hogy jól lesz, látni, nyilván kiemeljük a csontokat, én fölé is szoktam menni aha. Kicsit, akkor van itt egy ilyen kis kereszt. Tudod, mi a durva, hogy neked ez jól áll ez az én életed. Ennyi. Jól áll az indián. Aha. És akkor most jön a blending, nyilvánvalóan azért van neki. Na, csak hogy nem erre melyik blendert? Ez hát, amelyik tiszta. Aha. És akkor innét jön. Én különben megnéztem a RuPaul Drag igen, Race igen. sorozatot, amiben férfiak nővé alakulnak, tehát nekem kb. Ilyen jó, nehéz az, volt. Egyébként azok a videók szenzációsak. Elképesztő, hogy igen, és de hogy a kályhától indulnak, nekem igen. Az nagyon jó. Tehát, hogy ott van egy nagyon csontos férfi, az nekem pont arra volt jó, hogy valahova el tudjam tenni azt, hogy miből mire kéne. És YouTube-ról tanultál sminkelni? YouTube-ról nem, vettem egy könyvet. Egy sminkesboltban. És azt, amikor mentem, és ilyen kis mozdulatokkal, így, és ez a blending, azt mondták a transvestiták, hogy ez a legfontosabb. Vettem egy nagy sminkes könyvet, és azt a turnén átvettem. Látod? És még foltos, nyilvánvalóan, mert hogy ez nagyon szépen. Most volt alattad valami alapozó, vagy volt alattad egy picike? Egy möffenet, tehát mindig alapozóval kezdjek. De ez csak arra, hogy tartson meg, hogy ne csúszkáljon, meg hogy egyenletes legyen. Tehát ez tulajdonképpen a foltozás, és akkor itt jön a magic. Na. Ez nagyon jó, ez a takarópúder, ez kell, és ez az egészet összehordja. Tulajdonképpen ez a pufferelés. Látod? És akkor megszűnnek ezek a nagy átmenetek. A kontrasztok. És akkor nyilvánvalóan erre még highlight jön. Akkor utána még a szemnél is ki lehet. És akkor tulajdonképpen az én arcomat messziről egy picikét átalakítottam. Aha. Nyilván, amikor nem 2 másodperc alatt kell csinálni, akkor az sokkal jó. Jó, de hát gondolom, hogy turnébuszban, vagy egy kocsiban, vagy tehát azért ezt te már magabiztosan csinálod háttal is sötétben. Taxiban, ugye? Taxiban. Visszapillantó tükörben. Úgy szoktam, pirosnál szoktam tusvonalat húzni. A taxis legnagyobb őrületére. Ebben vannak a feketék. Ebben vannak az összes szemcellózók. Ez csak fekete? Ez csak, hát csak fekete, csak színes, csak ez az összes a száj. Tehát külön van a szem, és külön van a száj. Ennyire rendszerető vagy egész egyszerűen ez egyetlen esélyed, hogy megtaláljál bármit éjszaka 2-kor egy-két koncert között? Na, igazából szeretem a rendet. Uh-huh. És néha már kényszeresen szeretem a harmóniát is. Uh-huh. És nagyon szeretem, hogyha például egy ilyet kinyitok, az 2 másodperc egy gyönyörérzetet okoz nekem, hogy szépen sorban vannak. Aha. És ezek a pici gyönyörérzetek nekem kellenek az életemben, tehát nem, a samponok tök szép is. Van az egészben, tehát látom, hogy meg nagyon mindenet tiszta, minden átlátszó, mert azért... Mindig ezeket... van így azért. Van, amikor egy ilyen 6 napos turné után ez úgy néz ki, hogy itt mindent most... találsz, halott orosz katonát is. Ez mi? Az tulajdonképpen egy csillámporos... Bronzosító, tehát ezt licskán szoktam, mert Spéter Erzsébet leszek 2 perc alatt tőle. Így. Tehát ez azért öregasszonyosít, hogyha nagyon erősen van felhordva. De egy ilyen kinti forgatáshoz, igen. Ez csak a színpadi életed?
Általában otthon, vagy hogyha elmegyek a gyerekekkel, vagy játszótér, vagy bevásárlás, semmi. Jó, gondolom, semmi. Hogy a óviban nem így mész, de mondjuk amikor csak nem gyerekes program, nem kifejezetten gyerekes, hanem elmész vacsizni, elmész a haverokkal, este elmész otthonról. Mert van olyan, aki akkor érzi magát teljesnek, vagy akkor érzi magát úgy, hogy szeret elmenni, hogyha van rajta ez a fajta művészmaszk. A művészmaszk az teljesen más, tehát mást használok, más alapozót használok, hogyha színpadon vagyok. Ez nem jön le, tehát ez egy annyira erős, mint befújom még ezzel a kis műtyűrrel, és akkor tényleg egy fixálóval, és akkor picit föl is könnyíti, ez nem jön le, tehát ez fixen ott marad másfél óra rock'n'roll után is. Viszont, hogyha elmegyek haverokkal, hogyha csajos program van, és kicsipjük magunkat, akkor inkább egy kis BB-krém irányába megyek meg. És akkor annyi van, hogy szépen azért összehozza az egyenletlenségeket, csajnak érzem magamat, de mégse vagyok úgy szanaszétkerázva, hogy három centiről azért úgy furcsa legyen. És az ötletelés, hogy hogyan nézzél ki, mert azért nagyon sokszor nem láttalak ugyanolyannak, talán kétszer sem. Igen. Annyira sokféle, és annyira tele van mindig ötlettel, hogy én azt gondolom, hogy azért ez időd egy részét biztos, hogy elviszi, mire kitalálod. Másodperc alatt kitalálom. Tehát mindig az van, hogy mit szeretnék mondani. Mit szeretnék közvetíteni azzal, ami vagyok éppen most. Most hozzád jöttem, most végre valahova fölvettem ezt a nagyon szép, kicsit ilyen 70-es évek beli gúnyát, mert divatról, mert fashionről, mert beautyről van szó. És akkor azt az énemet elő tudom hozni, az énem annak a részét. És akkor a sminkes bőröndömet, akkor a kommunikatív énemet, akkor nem támadok. De hogyha támadni kell, akkor támadó smink van is ura. Igen, ezt akartam mondani, ez a támadás, ez nagyon jó szó, mert hogy azért te alapvetően azon túl, hogy énekelsz és zenét szolgáltatok, te egy nagyon, nagyon összművészeti performance-t adsz. Igen. Mindig. Tehát, hogy ott a szemnek is egy csomó, annyi minden történés van, csak onnantól kezdve, hogy feljössz a színpadra, és az ember így nagyjából befogadja, hogy Jézusom, most mi van rajtad, meg mi van veled, meg milyen a ruhád, meg milyen a cipőd, meg milyen a sminked, és hozzá ezek a fonatok, meg mindenféle, hogy azért ez egy nagyon-nagyon összetett dolog, amit te csinálsz. Nekem nagyon-nagyon segít a metamorfózisban az, hogy ezek a kis én darabkák rám kerülnek. Tehát, hogy ez egyben egy jelmez is, meg a belső énemnek egy kivetülése. És hogyha én belenézek mondjuk mamuszba, papusba reggel, akkor nem rockstart látok. És akkor nem merek a zenekarom elén üvöltve igazságot hirdetni. Tehát ahhoz át kell változnom. Erre kérdeztem a művészmaszkot. Igen. Hogy neked kell ez ahhoz, hogy azt mondd, hogy így megyek ki? Mert egyre kevésbé. Ha egyszer ki kéne menned úgy, ahogy reggel vagy, azt el tudod képzelni, hogy semmi smink nem lehet rajta, az otthoni pólód, egy farmer nadrág, és este van, és egyszer csak jönnek a fények, és ott áll az a 15 ezer ember. Biztos meg tudnám azt is nem csinálni. Nem azt mondom, hogy nem tudnád, de fura, vagy nem lenne annyira jó, komfortos? Nem tudom, mert nekem a színpadi lét az egy elemelkedett állapot, és ahhoz én nagyon sokat éltem külföldön, és mindenkitől azt látom, hogy megtiszteli a színpadot azzal, hogy elemelkedik a saját hétköznapjaitól. És az bárhogy is lehet, tehát lehet régebben én különben ilyen stoplis cipőbe énekeltem, meg rappeltem, de akkor is az volt, hogy a stoplis cipő, és a haskilógatós armigatya, és akkor ott is. Tehát, hogy az ünnepi émelet, tehát, hogy a karácsonyfa is olyan, hogy fenyőfa elez odáig, amíg ünnep nem lesz. Ami fel nem díszíted. Igen, és attól lesz ünnep, hogy földíszíted, és attól lesz ünnep, hogy én ott... Nem biztos, hogy hatalmas mink, éppen most nagyon kicsi sminkekkel dolgozom, mert most már elhiszem, hogy elhiszik, és most már szeretnek, és most már nem küzdeni kell, meg falakat dönteni, hanem megjelenni és együtt lenni. De ez közben nagyon a része az imidzsednek, meg nagyon a része a te művészetednek. Most éppen abban vagyunk, hogy tényleg piros rúzs, tusvonal, és az üzenet. És ez is átmegy, abszolút működik, és semmilyen hiányérzete nincs a közönségnek. És most például azzal kacérkodok, hogy a törékenyebb nőt előmerem magamból varázsolni. Tehát ha hívnak fotózásokra, most például az Elbe, akkor azt mondtam, hogy letisztult. Gyönyörű le. Minimál smink, minimál haj, amitől legjobban félek,
hogy a törékeny nőnek elő kell bukkanni, és ahhoz mit szól. Én először nem ismertelek meg, ahogy hirtelen ránéztem, mert annyira nem így látlak meg, annyira nem így szoktalak meg, hanem mindig valami, tehát a legdurvább maszkban is megismerlek, és így natur pedig nagyon neheze féltem. Volt. Fú, nagyon féltem. Sok kevés dologtól félek, de amikor a pici kislánynak vagy a törékeny nőnek elő kell jönni, az nagyon nehéz. Azok azt nagyon tudják bántani, gondolom, te is ismered ezt a... Igen. Tehát, hogy azt, amikor így kiengedett, és azt mondod, hogy oké, biztonságban vagyok, na most fotózna, az egy borzasztó nagy hosszú útnak a végeredménye, vagy eredménye. És általában úgy keresnek engem, hogy akkor valami nagyon extrém. Igen. És nem mondom, azon pont túl vagyok, mondom, nagyon. De túl vagy, vagy most szünetelsz? Az máshova tartogatom. Ha? Tehát van egy olyan vonal, például a szimfonik, vagy pedig az akusztikus koncert, vagy a színház, ahol lehet. Uh-huh. Ott még mindig tollasbál. De annyira élvezem, hogy például a színpadon a nyers rock'n'roll, az őszinte rock'n'rollnak most már helye van. Uh-huh. És ahhoz nem kell most már maszk. Nem kell bizonyítani, nem kell megküzdeni. Nem kell áttörni, nem kell lefejelni senkit, nem kell provokálni. Nem kell elébe menni, hogy igen, csúnya vagyok, mi a bajod. Te szép akarsz általában lenni? Persze, hogy én nagyon szeretném, vagy hogy szeressenek. Nem, arra van, hogy hatásos. Én nagyon szeretnék adni. Üzenni, adni úgy, hogy attól az emberek boldogak legyenek. És az bármilyen szinten, tehát hogyha be kell törnöm a lelkükbe, és ahhoz provokálnom kell őket, vagy művért öntök a fejembe, és akkor végre odafigyelnek, akkor az. Tehát így bárhogyan is így valahogy el szeretnék érni a lelkükig. Az punk, igen. Igen. Tehát, hogy így akármi, hogyha szépnek kellene, ha csúnyának kellene, ha elrettentőnek, ha kurvának, ha papnak, ha bárminek, megtalálom azokat az eszközöket, ahol eljutok oda, és akkor ott leülünk egy kicsit, és nézünk egymásra, hogy hello. És ehhez képest most már átmegy, azért kitoltad a határokat, meg azért te tényleg mindent csináltál. Igen. És ehhez képest mégis működik az, hogy most már csak úgy kimész egy csak úgy. Igen, mert a toborzás megvolt. Tehát az üvöltés és a saját magam hamuval leszórása és megköpködése, minden, tehát aki akart, az odafigyelt és odajött, és most már ott ülnek, és már nekik sincs szükségük a harangszóra. Most már ott vagyunk, és érdekli őket az üzenet. És ami túl a színpadon, meg az előadó művészeten, meg azon, hogy üzensz, meg el akarsz valamit juttatni, hanem ami az otthoni viszonyod magadhoz, a szépségedhez, amikor csak belenézel este a tükörbe, lemostál mindent, és csak te vagy meg a tükröd. Az milyen? Nekem attól mit vársz? Vannak ilyen saját magam, én nem is tudom, nem kényeztetése, hanem szeretem a rituálékat. Uh-huh. És nekem van ilyen vízes rituálém, például krémes rituálém. Azok mik? Hát ez úgy néz ki, hogy most már be is írtam magamnak, mert amit a telefonomba beírok, az úgy lesz. És beírtam magamnak, hogy heti egyszer rituálé. Ne vagy, de. Nem szabad. Van egy ilyen nagyon picike kis infraszauna otthon. Aha. És akkor úgy kezdem el az egészet, hogy letisztítom magamat, átdörzsölöm az arcomat, van egy ilyen kis dörzsigépem, azzal leszelem az összes koszt. Ez egy ilyen szimbolikus levetkezés az egész hétnek. Aztán kifésülöm a hajamat, bekenem olajjal. Igen, nagyon, főleg úgy, hogy agyon használom. Igen. És van, amikor csak olívaolajat teszek rá. Bekenem az olajjal a hajamat, és utána beülök. Általában jóga ülésbe, és megnézek, nekem van egy nagyon kedves, most egy ilyen guru, akit hallgatok, Sadguru, és tulajdonképpen a telefonommal beülök az infraszaunába, és egy olyan órán keresztül a tücsörgök, 50 fokon. Olajjal a hajadon? Olajjal a hajamon összekötve, és nézem, és akkor megpróbálok így elvonatkoztatni a világtól. És utána, amikor kijövök, akkor átdörzsölöm az egész testemet, de van, hogy csak tengeri sóval, és tudod, akkor hogy lejönnek az elhalt sejtek, és egy ilyen langyos vízzel az egész minden, az egész hetet, az egész problematika kört, mindent így le, és utána pedig leszoktam feküdni a fürdőszobába egy törölközőre, és ott egy picit jogázok, meg gondolkozok. És utána bekenem magammal, nagyon szeretem a body shopot, és annak a különböző illataival, hogyha egy kicsit dúsabb az a téli, hogyha nagyon lightos, akkor pedig a nyári illatokkal. És akkor ez egy ilyen bebalzsamozás, és újra tudok születni. Úgyhogy ez egy nagyon sok erőt adó dolog. De ez tök jó, ez úgy is hangzik, hogy ahogy ledörzsölöd, ahogy kiizzadod, ahogy lerakod az egészet. Ez egy új kezdet. És ezt minden héten megcsinálod egyszer?
Igen, igen, ezt hát mostanában már megtudom, mert ugye nagyon nehezen lehet beiktatni bármit is bárhova, de vannak olyan alappillérek, amiben ha belekapaszkodok, akkor nem leszek beteg, akkor az jó a családomnak, akkor nem lesz a lelkem se beteg, és akkor ilyen picike kis juti falikba kapaszkodok. És akkor van mondjuk még a fröccs rituálém, azt pedig a kedvesebb édesanyjából vezettem be, hogy amikor mindenki nyugodt, minden tiszta, akkor mindig megkérdezem, de ezt muszáj így történni, hogy Juci, nem innál egy fröccsöt velem? Ó, de attól berúgok, mindig ez a de csak kicsit. És akkor leülünk. Ez nagyon aranyos. És szépen leülünk a kedvesem édesanyjával, és akkor sajtot vagy csokoládét majszolunk mellé. És dumáltok? És igazából csöndben vagy vagyunk. Vagy az se? Nekem a csönd a barátom. Tehát én nagyon szeretek csöndben lenni. Ő szeret dumálni, tehát ő cserfes. Néha ő csak mondja, és akkor így kiülünk, hogyha jó idő van, de még télen is kiszoktunk a hóba, és akkor cigizik, meg fröccsözünk. Vagy vörösborozunk télen, és akkor az is egy ilyen nyugis pillanat. Meg akkor vannak a tisztító szertartásaim, az fél évente egyszer. Azt nagyon fontosnak tartom, amikor odáig ér az agyam meg a lelkem, hogy már szétdurran és nem bírok semmit elviselni, akkor vágyam is van arra, hogy kipucoljam magam. És akkor egy ilyen nagyon durva lébőjt egy hétig. 5 nap, egy hétig. És akkor van egy fölvezető része, amikor csak gyümölcs. De teljes lébőjt? Aha. Teljes lép. Van, amikor nem sikerül. Van, amikor nem sikerül, akkor azt csinálom, hogy csalok, mert megeszek mondjuk egy barackot reggel, meg este. És akkor az fél évente egyszer egy ilyen nagy tisztító kúra. És az megint újra éleszt. És érzed, hogy jobban vagy utána, hogy jól sokkal, vagy? Igen? Sokkal. Hogyha ugyanezt fogyókúrás célokból csinálom, akkor megőrülnék. Tehát az, hogy nem eszel, az ilyen miért. És az, hogy tisztulok, és az, hogy erőt kapok, és az, hogy átmos. A teák, meg a levek, és hogy erő lesz, és új ember, és új kezdet, az végig visz. A kajára egyébként figyelsz? Amúgy azért figyelek, mert azért nézem, hogy mennyi, hogy, mert hogyha van rajta mondjuk 5 kiló plusz, az nagyon nehéz a színpadon. Meg imádom a ruhákat. Tehát, mikor volt rajtad utoljára? Annyira vékony, amikor bejöttél, azt néztem, hogy annyira vékony a karod, annyira izmos vagy, annyira szép a bőröd, hogy nem... Hát úgy stagnálok azért olyan tudom, 55 és 60 között vagyok. De figyelsz tudatos? Tehát, hogyha mondjuk nem figyelnél, akkor meghíznál? Fölszednék azért, nem próbáltam ki, hogy ugye elszaladni a ló velem, mert én tudok zabálni. Kevesebbet eszel, mint amennyi tökéletes boldogságot okozna minden pillanatban? Igazából a boldogsághoz hozzá tartozik az egyensúly. És amikor az egyensúly felborul, és az a túlzabálás is, az nem lehet boldogság. Tehát, hogy ezt kell valahogy szabályozni, hogy a tudatos karcsúságra vágyás és a boldogság közötti egyensúly. Tehát, hogy miért nem eszek. Főzöl? Igen. Jól főzöl? Igen. Azt mondják? Igen. Most derült ki egy éve, hogy egy tévés műsorban derült ki, hogy szenvedélyesen jól főzök. De az én főztöm az olyan, hogy annak minden ízébe az életnek kell szétrobbanni az ember. De bele is szerettél ebbe a főzésbe. Imádom. Hát most levizsgáztál. Az nekem jóga. Igen. Olyan, mint a jógáznék, igen. Akkor is van egy fröccs, a zene, és csak arra figyelek. És van indokom arra, hogy ne gondolkozzak. Aha. Isteni. Mert általában dug. Tehát nekem a jóga az nem működik, mert közben is összerakom a jövő évet, igen, meg a jövő 10 éve. De az olyan, hogy a kajára figyelek, mert ha nem figyelsz, 2 percig megsértődik, és rossz lesz, ízetlen, odaég minden. Tehát figyelni kell a kajára, és utána abból is egy ilyen odaadható ajándék lesz. Otthon mibe jársz? Ha. Otthon, de komolyan, most már ezt muszáj tudnom. Hát van 3 melegítő. Ha most azt mondod, hogy structollas papucsban és babydollban, ami átlátszó, akkor, nem, akkor elhiszem. Van 3 melegítő nadrágunk apával, ez így cirkulál. Tehát éppen amelyikre rányul, egy ilyen igazi kiseggelt melegítőgatja, azt fölrántom. Az tréning. Igen, mackónaci. Mackónaci tréninggatja, és úgy, amelyik úgy kinyom, mindig egy mosásban van, 2 hordunk, és általában póló. És ezt így mindenki? Aha. És úgy megy úgy körbe, vagy apám van, vagy rajtam. Elmész a gyerekekért az óviba, abba teszel bármilyen energiát? Igen, leveszem a mackónadrágot, póló marad, igen. Fölveszek egy cicanacit. Ennyi? Rájöttem, hogy egy XXL-es férfi póló, az már majdnem ruha. Az ruha. Az ruha. A ruha. A cicanaci az öltöztet, van 60 cicanadrágom, és egy rendes tornacipő. Tehát akkor halandós megy. Nem veszel ilyen örületes cipőket, amiket... Nem. Oda kell érni, és vissza kell érni.
És általában az a nagyon jó dolog ebben, hogy meg se ismernek. De így mész szülői értekezletre is? Képzeld el, hogy nincs izé. Vagy van szülői értekezlet felépő ruhád? Nem járnak még óviba a gyerekek. Se nem járnak még? Nem. Rock'n'roll van, igen. Tényleg? Rock'n'roll van, igen. Otthon van mindig, vagy a nagymama, vagy a barátnőm, vagy én, vagy apa. Tehát kor szerint már járhatnának. Igen, de vannak ilyen felmentések, például a kisfiam ő nagyon érzékeny, ilyen szociálisan, egy kicsit ilyen rettegős, és fölmentést lehet kapni akkor, hogyha otthon van az egész család. Csak ehhez három generáció egyben él. Tehát egy átjáróházban élünk. Ott a nagymama, néha ott van a barátnőm, akinek még nincs gyereke, de szeretne, és akkor hétvégén jön babázni. De hányan vagytok otthon, amikor? Hát a zenekar buszsofőre is nálunk lakik. Most a barátnőjével, igen, ő lakik a pincében. Hányan vagytok most nálatok? Mi vagyunk ugye négyen apával, meg a két gyerekkel, akkor még ugye az anyós, 5, 6, 7, és még beszokott esni a barátnő, 8. És ez ilyen jó barátok szerűen kell egy kicsit elképzelni? Vagy Merrose Place, vagy... Ez egy ilyen, egy latin család. Uh-huh. Tehát egy ilyen olasz família, ahol mindenkinek véleménye van, és mindenki elmondja, hogy mit kéne csinálni a politikusnak. Akkor azért értem, hogy miért zárkozol be az infraszaunába egy órára. Igen. Ott azért, a pont. Az én időm. Azért azt mondd meg nekem, hogy nem, inkább ígérd meg. Igen. Vagy biztosíts róla. Jó. Hogy 15 év múlva, hogyha mondjuk beszélgetünk, akkor még mindig lesz patacipőd. És még mindig simán fogod felvenni gondolkodás nélkül ezeket az arcdíszeket, és lesz piros szád, és hasporod. Megígérem. Most megígérem. Nézd meg a Cyndi Laupert. Simán. Ez a 21. század, ez nekünk kedvez, csajoknak. Örök életet kaptunk. Amen. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, illetve kommenteljetek, hogyha van bármilyen hozzáfűzni valótok, de a legfontosabb az, hogy iratkozzatok fel.